ez egyedi a világon, ez a szalonnás tárolás itt a Székely Dezsi bástyában. Hát én itt születtem. Hogy ne láttam volna, hát ez előtt. Kicsi gyermek voltam még akkor. Erősen csodálkoztam én is, hogy mi van itt. Hűvösebb van itt. Finomabb a szalonna. Ez ilyen. Vastag ez a szalonna. A legős legjobb, se nem az a túl vastag, se nem vékony. És erősen gusztusos. Mikor bejövünk, már az illat annyira megragadja, hogy el vannak álljóba tőle. Itt vannak a legények. Míg nem mennek el, addig fogjon el, mert hanem nekünk igen sok jut. Régebben szekérrel hoztuk be, mert nagy darabokat hagytunk, de most már csak kicsiköt hagytunk, jól vaszottam zsírnak. Na, öregök vagyunk, annyit nem tudunk megenni. De jön a gyermekük is, annak is adogattunk. De jönnek az unokák, jönnek szína csinálni, és akkor veszem elé nekik, és mikor jönnek az, vigyetek egy darabot, úgy örvennek neki. Mielőtt én ide kerültem volna a papnak, számomra már ismerős hely volt alapvetően Székely Dezs, az egész szokásrend, ami itt van. Nyilvánvalóan, amikor én ide kerültem, akkor nekem az volt az egyik legfontosabb dolog, hogy ez a szokás, hogyha él, akkor ezt életben tartsuk továbbra is. És akkor elkezdtem vizsgálni, hogy jött létre, hogy alakult ki. Tehát úgy érdekelt az egész téma. Levéltárba kezdtem kutatgatni, az egyházközségnek a levéltárában, hogy mi volt ezzel kapcsolatban a jegyzőkönyvekben megörökítve, milyen kihágások történtek, tehát szektéke meg ezt a tárolási rendet. Érdekelt az, hogy él ez az embereknek az emlékezetében, hogy él ma, és hogy maradt meg a jegyzőkönyvekben. És amikor férhez jött, akkor a férje révén került be a bástyába, ugye? Hát igen, anyósom még itt volt az övék, és ők, hogy bénültek, öregödtek, akkor ők már nem jöttek. Na. És akkor ezt örökölték maguk? Hát ezt igen. De akkor sok volt, sok volt. Azt akartam megkérdezni, hogy ezt mondták-e így Rózsanéknek, amikor férhez került, hogy mi a lényeg ennek az egész dolognak? Az öregek, amikor átadták, akkor elmondták-e, hogy mi a szabályok? Hát az hát a szabály, hogy nem lehetett máskor bejönni, csak minden szerdán. Na. Nem volt úgy, hogy mikor akarok, akkor jövök. Csak minden szerdán lehet bejönni. Reggeliben, mikor arrangozunk, akkor várnak kint, és kinyitjuk az ajtót, jönnek be ide a szalonnája népekni. Mindenki a dőbástyájához. Hétig itt vagyok, és 8-ig be lesz csukva szám a zajtó. Thank you.
nehéz a menés, mert két hónap múlva, ha megérem, töltöm a 80-at. Még is kell dolgoznunk. Hol egy szeg? Egy szeg itt van. Ez egy kicsit kisöpöcske. Kivágtam, hogy ne hozzam minden, hogy ne kell jöjjek már jövő szerdán. Ezt is felakasztom, valahova. Kütyögjenek. Nem mennek el. Na így. 1, 2, 3, 4, 5. November eleje, de vége, december eleje, akkor a vágásnak az ideje. Úgy akkor már minden munka el van végezve, mert egy munkorra már lehíznak a disznók, akkor levágjuk. Besózzuk, egy hetet úgy tartsuk a teknőbe, sóba, akkor felakasztjuk egy nap, hogy csepegjön le, akkor betesszük a füstölőbe, akkor felviszük a padlásra, mert ott jó helyt van télen, most lehozzuk, akkor egyszer megpucoljuk ügyesen, hogy legyenek szépek, mert a füst ugye megfogta, letakarítjuk, újból paprikázzuk, és akkor szerdanap hozzuk ide. És mikor szükségünk van, csak szerdanap jöhetünk ide. Másnap nem engednek be. Mert nem lehet egyik nap egyik, másnap a másik, mert hát ugye, hát jó, hogy most nincsen, csak kevés, de sokszor annyi volt, hogy egymást értik. Most hagytam odahozó egy egész kisebbet, ez pedig ennek azt mondjuk, hogy hasszalona, ez olyan finom, réteges, az unokák úgy szeretik, de abból egyiket otthon hagytam, a másikból hagytam otthon azért, hogy töltélék és káposztába szoktam tenni, ugye vágni szalonát, és egyszer az ünnepek előtt nem jövök. Hát aztán most már jön pünköst. Most vasárnap volt egy hét pünköst, első napja. Most holnap áldozat csütörtök, Isten tisztelet lesz, kerülik a határt, mert régebben jég elverte a határt, 7 évig minden évben egyszer. Én azt nem értem, csak a déd szüleim. Úgy elverte a haját, határt, hogy semmi sem maradt. És akkor nagymamám így mondta, hogy valaki egy álmat látott, és azt mondta, hogy minden évben kerüljék meg a határt a fiatalok, ami időnk úgy volt. Mentünk a falu végére, mezővirágból koszorút fontunk, jöttek a legények, megkerülték a határt, és akkor vették a vállakra, és ének szóval jöttünk a templomba. Csak ilyen ablak vanni. Egy picit hallok azért, hogy szellőzzön. Ez nem is muszáj nagyon becsukni. Na, így van. Így nem lehet, hanem
Régebben is voltak okos emberek, ugye az régi-régi időben. Megfelelő a környezet annak, hogy a szalonna itt szárazon és hűvösön álljon és jól szellőző bástya tornyokban. A másik, ami a hagyományból ered és annak történelmi háttere van, hogy ide menekítették a javaikat, és itt kellett felhalmozni annyi élelmiszert, amivel kibírhattak egy esetleges sorstromot. Úgyhogy itt a lakosság bevonult, beköltözött, itt védekező álláspontra helyezkedett, és az élelmiszer tartalékait is itt érezte biztonságban. Ezeket a falakat itt Erdélyben lehet, hogy itt a Derzsész kivétel, és az egységesebb, homogénebb, ez egy ilyen helyben talált kő, vegyesen még tégla is fordul elő benne, máshol úgy szokták, vegyes falazatnak nevezik, tehát a kő és a tégla vegyül a fal szerkezetében. Többnyire a színe az a gondosabban előállított része, és a belső felébe pedig, hát nem azt mondom, hogy a szemetet lapátolták, de ott viszont már arra nem ügyeltek annyira. Nem tudnám megállapítani, hogy ez belül mennyire konzisztens, vagy mennyire stabil. Itt hatalmas méretekkel kell számolni, úgyhogy valóban gondolt az, mint kitölteni. Tehát elképzelhető, hogy a színét szépen rakták, és a belsejét pedig csak ömlesztették. Hűvösebb volt. Az öregek így csinálták, az idősek. A régi időben nem volt kamra a régi öregöknek. És hozták ides. Itt hűvösebben van, mint odahaza a kamrába. Ugye már padláson annyira meleg van, nem lehet adni. Pincében nem lehet, mert ott nedves levegő, itt nagyon jól áll. A vastag falak azok jól temperálják a belső levegőt, mivel nagy a tehetetlenségük, úgyhogy nem tudnak egyből reagálni a külső hőmérséklet változásokra. Később hűlnek ki, később melegednek fel, és hogyha egy jó léghúzat is van bennük, akkor ez a jó pincének a tulajdonságait is utánozza, úgyhogy emiatt megfelelő. Ennek a bástyába felvezető lépcsőnek is az a szépsége, hogy egységes az anyaga, az anyag használata, fa csapokkal, szegekkel van minden rögzítve benne. Itt születtem Székelyderzsben, második éve vagyok a Székelyderzsi Vártemplom egyik idegenvezetője. Bemegyünk az egyik szalonnás bástyába, nagyon sok turista jár ide, és nagyon szeretik ezt a látványt, amit ez a bástya nyújt nekik. Ez egy több mint 400 éves létra, amin felmegyünk. Ez a bástya, amiben most bemegyünk, ez egy nemes család bástyája volt, pontosabban az apafiak bástyája. Petki János, amikor Székelyderzsről elkerül, a családi bástyáját, ami ez, a mindenkori papnak ajándékozza. Tehát ebbe az egyik szalonnás bástyába fogunk most bemenni. Minden bástyának két szalonnás tároló részlege van. Minden bástyának, tehát minden részlegnek külön kulcsosa van. A kulcsosnak az a feladata, hogy a szalondákat felvigyázza, hogy ne történjen lopás. Hát nem igazán fordul ez elő. Ez egy fontos feladat a kulcsosnak, mert azt jelenti, hogy ő benne bízik meg az a kis csoport, aki itt tartja a szalonnát. Na hát itt vannak a szalonnák, hát itt úgy tudom, hogy éppen 9 családnak van jelen pillanatban a szalonnája. Faszögek, vaskampók vannak beleverve a gerendába. Hát minden családnak legalább 4 szöge van, ugye, mert 4 ódol szalonnája van egy disznónak. Úgy feltöltődve mennek el innen. Aki úgy átérzi az egésznek a varázsát, az olyan feltöltődve megy el már innen lelkileg, és nagyon sok visszatérő vendég is van, akik tovább viszik a jó hírünket, a templomunknak a jó hírét, és egyre többen visszatérő vendégek Székelyderzsbe templom látogatni. Ez a
bástya, ez a papi bástya, erről a pap felel, a bent levő szalonnákról és a harangozó. Tehát egy héten egy alkalommal lehet Dersbe szalonnáért jönni, ugyanez vonatkozik a gabonára is, a gabonás tárolásnál, és a harangozó és a tiszteletes úr felel erről a bástyáról. Vágtunk két disznót is, disznólábot, ódolos, mindenfélit ide hoztunk. De már rég nem járunk ide. Azt akarom megmutatni, hogy itt van nekünk is nagy szúszékunk. Már mindjárt el is felejtem, hogy hol. Ez a né. Nem is ez. Várjon csak, hogy el vannak mozdítva a helyekről, úgy látszik. Már elfelejtettem. A apósomnak a neve Réa volt vágva hátul az éve. Hallám tényleg, ezek a szúszékokkal mi a felét csináltak, mióta én nem jártam itt. Még az olyan szúszék volt, hogy kettő egybe, az apósom neve Réa írva, Dénes, Domokos, jól van, ez a. Ez 1909. És itt van a neve neki. Még úgy is volt, hogy más is, most üres, más is elkérte, most lőtött belé gabonát. Na jó, ez. Derzsi várfalon belül, tehát valamikor őseink ezeket a tárolási helyeket megváltották, minden családnak joga volt egy hambárhoz, vagy két szúszékhoz. Hát a szúszék és a hambár között annyi a különbség, hogy a szúszék az kicsike, a hambár az nagy. Tehát itt tárolják a derzsiek a gabonát, tehát úgy látom, hogy itt jócskán van, tehát jól tele van az egyik szakasza. Ez árpa. Vékával szokták kimerni. Az egyházközségnek vannak vékái. Ez az egész vékás, a 20 litres. Ez a fél véka, és ez a negyed véka, az 5 litres. Tehát magyar királyi pecséttel ellátott. Bent is lehet jól látni. És ezzel merik mai napig is a gabonát ki a szúszékból vagy a hambárból. Itt jártunk fő, ezen a lépcsőn, abban a bársában volt a mi szalonnánk. Na. És akkor egy kulcs ott volt egy valakinél, és azt kellett, hogy jöjjön. Mert azt tudta, hogy kinek hol a szalonnája, nehogy valaki a másét elvigye. Még olyan is volt, nálunk is volt kulcs, és ha kellett szalonna, ha nem kellett, jöjjünk be, hogy ellenőrizzük, hogy mi a helyzet. Pontosan nem régen került a kezembe két jegyzőkönyve ilyen hozzányúlásról, hogy hozzányúlnak másnak a dolgához. Az egyik 1800-as években, 1800-as évek közepe, a másik 1900-as éveknek az eleje. Hogy néz ki a székelyrendtartás? Mert ugye ez a tárolási rend, ez nagyon szorosan kapcsolódik a székelyrendtartáshoz. Még akkor is, hogyha azt mondják, hogy ez 100 hagyomány, 100 örökség, jó, hogy megvan 100 vár templomokban is, de itt Székelyföldnek a peremvidékén úgyis a székelyrendtartás az, ami szabályozza, ami meghatározza. Na, 1800-as évek közepén egy asszony hozzányúl másnak a szalonájához, a hájához, azt leveri, eltűnik gabona, összeül az egyházközségnek a kebli tanácsa, és kihallgatják, számot vetnek, kihallgatják ezt az asszonyt, hogy akkor mi is történt, és amikor rábizonyítódik a dolog, hogy ő volt az, aki hozzányúlt a máséhoz, tehát egy kicsi szalonna eltűnt, egy kicsi gabona eltűnt, akkor felállítják a penitenciát, vagy a büntetést. Mi a büntetés? Egyszer kap 25 korbácsütést. Akkor istentisztelet idő alatt kalodába zárják, a templom előtt volt egy kaloda, abba bezárják, ott kell töltse az istentisztelet alatti időt, és utána kapja az ostorcsapást, ráadásul vissza kell szolgáltassa azt, amit elvett, és meg kell fizesse.
De nem csak azt kell megfizesse annak az értékét, ami eltűnt, hanem meg kell fizesse az összes abban az esztendőben eltűnt szalonát vagy gabonát. Tehát ez azért egy elég súlyos büntetés. Most csak a korbácsütés lenne, már az is elegendő lenne, vagy csak az, hogy képzeld el, hogy egy közösség szemmel láttál, hogy ki vagy kötve, kalodába vagy zárva, és hogy mindenki néz rá, hogy na ez a falunak a tolva, ezt azért úgy lelkiismeretileg is elég súlyos feldolgozni. 900-as évek elején történik egy hasonló dolog, megint valakinek eltűnik dolga a bástyából, összeül a kebli tanács, rábizonyítódik egy illetőre, hogy elvette ezeket a dolgokat, vissza kell szolgáltassa, meg kell fizesse, és kap egy ultimátumot, hogy amennyiben még egy ilyen történik, kizárják teljesen, és többet be nem léphet a vártemplomnak a területére. Most csak ebben ne csak azt lássad, vagy ne csak azt lássa senki, hogy nem mehet be a raktárba, hanem képzeld el, hogy a közösségnek a szakrális helyéről ki vagy tiltva. Nem mehetsz be a templomba. Nem mehetsz be imádkozni, el vagy tiltva attól a helytől, ahol a lelkedet ápolod, ahol az Istennel való kapcsolatod él. Na, így néz ki, tehát ez a súlyosság az egész dolognak. Korbácsütéstől a szakrális vagy a szent helytől való elzárásig minden megtalálható a skálán, amit a jegyzőkönyvek megörökítnek. Én amióta itt vagyok, nem volt ilyen jellegű dolog, hogy hozzányúltak volna másnak a termékéhez. Mondták a szüleim, hogy jöjjts, ne voltok sokon, s levágta a másikét, és mikor megtudták, ítítottak, többet nem szabad, hogy bejöjjön. Hát régebben mindenki tudta, melyik szeg az övé, de most kevesebben vagyunk, hát akasztottam ide minden üveni. És akkor mindenki megjegy össze a szalonnáját. Például nekem is olyan volt, hogy ilyen hűzli, és mikor vágtam, oda nyomtam, és lett ilyen kicsi kerek lyukocskos, a másik másképpen jegyözte meg. A disznó, mikor le van vágva, a szalonnához kerültünk. A szalonnának forralunk káposztalevet, avval lelocsoljuk, forró káposzta, forralt káposztalével. Jól be van sózva, be van bosozva, légy nem tud közel jutni hozzá, be kell szívja az a friss szalonna, be kell szívja a sót, hogy ne romoljon el, ne nyüvesödjék, vagy avasodjék a szalonna. 4 napja, hogy be van pácolva, 4 nap után a sót lekopogtassuk róla, lehúr róla. Így leszoktam verni róla a sót. Aztán bejön a füstölőbe akasztva. Ide, majd megfogjam meg. Tessék, vigyázz! Jó, kezd el. Meggyúl, jó, lesz szél. És a szénre tesszük rá itt a fűrészkor, korpa, és akkor megy a füst jól ott bent. Na most már itten 2 nap füstölődjék. És akkor készen van. Vihessük be a kastélyba.
behoztam a szalonnát, ide a jó hűvösbe. A szalonna, ez 28 kilós a kettő, mert van bosozva jól. Innet aztán majd elvisszük, mikor szükség lesz. Hát ezt én a nagyapáméktól láttam már, hogy így csinálták. Rég az ideje. Édesapám is mindörökké így csinálta. Ide behozta a kastélyból, innen aztán hazavitték minden héten, amennyi szükség van. Én is tőle tanultam, és én is még lentről Fehéregyházáról is hazahoztam ide, amikor ott laktam is. A szalonnámat, mert ott is disznót vágtam, és hazahoztam, még nagyon jól áll a kastélyba. Az elszármazottak részére most modern kifejezéssel élve identitás kulcs. Az, hogy van neki egy szege a vártemplomnak a bástyájában, vagy kettő, vagy három, az, hogy a családjának hambárja van, ez egy azonosítási pont. Most képzelj el egy városi embert, aki él egy tömb házban, reggel főkkel nem tudja, merre van kelet, merre van nyugat, azt se tudja, hol van, azon kívül, hogy ott található egy szobában, nem tudja betájolni magát a világban. Viszont azt tudja, és ezen keresztül már van egy azonosítási pontja, hogy nekem az őseimen keresztül van egy kiérdemelt tisztességem Székelydeheszben, és az őseim tisztességén keresztül van hambárhelyem és van gabonám, tehát van egy fix pont az életemben, amihez visszatérhetek. Egy alkalommal egy székelyderzsi legény elmegy dolgozni idegenbe, és ott megismerkedik egy lányjal. Hát ugye barátság alakul ki közöttük, szerelem, szerelmes levelek meg minden, és aztán egy idő elteltével a lánynak felkelti az érdeklődését a legény felé a vagyon, hogy hallám, mi is van a legénynek, milyen vagyona van, és felteszi a kérdést a legénynek, hogy hát jó, minden szép, minden rendben van köztünk, de azért kíváncsi vagyok, hogy mi is van neked. És ugye a legény nagy büszkeséggel azt feleli a lánynak, hogy nekem van egy szögem Derzsbe a bástyában. Hát ugye a lány nem igazán értett ebből különösebben meg semmit, de a legény azt akarta ezzel kifejezni, hogy igenis neki Derzsbe becsülete van, mert akinek szöge van a bástyába, az becsületes emberre van. Valamilyen íratlan szabály, hogy mikor lehet megbontani a sonkához? Mikor megszólalt. Csak utána lehet hozzányúlni, ugye? Azután lehet megbontani. Voltunk kapálni még kicsik voltak, sebek voltak nagy gyermekek. Mondták, hogy na ha a kakuk megszólalt, meg lehet kezdeni. Akkor mondtuk, hogy akkor kezdjük meg, csak mikor elhallgod. Tovább tartson. Tovább tartson. Ezt én fogom levinni a lépcsőn, hogyha úgy fél, akkor nem. Aj, hát én azért nem igen szoktam is. És lecsúszott. Jó, hűvösön már. Azt így szokták oda tenni, hogy a legyek ne jöjjenek be. Sokan voltunk, de költöztek le ide ebbe az alsó bástyában. Na, földet értünk. Na, köszönjük szépen, hogy... Itt már sardis kaszálnak. Na igen. Milyen nagy harmat van mi? Hát nincs otthon szalonna, sőtem, hogy vigyék. Legyen mit együnk. Jaj, csak már magos lett a lépcső. Fiatal korban hamarabb fel tudtam jönni.
melyiköt vigyem haza, ezt viszem haza. Ez elég nekünk jó, hosszú soda. Itt vannak Feriék, nekik is adok. Még közben jönnek vendégök, lenkék is, hűföldiek, és akkor szeretnék a szalonát. Édesem, adjon egy kiló szalonát, jó ki a mindet. Na, ha jól állnak, egy lábat is ide hoztam. Itt jobban áll, mint otthon. Hűtőben minden fér be. Magát bezárjam? Hát aztán még decemberig egy párszor egyre jöjjek. Ezelőtt, mikor a család együtt volt, akkor minden szerdán vittük, és akkor ugye hűtőse volt, hogy bét együtt, minden szerdán jöttünk, és vittük. És egy hétig elfogyott, és akkor már szerdán jöttünk, de most már nem jövök minden héten. Ez nekünk elég két hétig is. Nem bajnok, ki segítnek az unokák, ha jönnek. Száraz ez a... Megfogja? Nem kell. Na. És így szoktam, meghasítom. A én azt mondjuk, azt mondták, kakastarít. És így tesszük a lávasba. Tojást leüssük. Mondták az öregök, mikor ilyen csontszáraz, akkor nem lesz eső. Mikor a bőre lágy, akkor eső lesz. Akkor nem volt televízió, hogy rádió, hogy mondják, hogy milyen időjárás lesz. Kettő kicsi lábos. Üssek tojást. Tudtam volna, akkor nem vártam volna. Nincs eredetlen szikóra. Persze. Utána szoktam takarítani. Üdse meg az asztalt, segyünk! Maga betette az asztalt, fog menni. Onnat hoztam. Onnat hoztam a bátorítésből. Köszönöm.
haza kicsi savanyúságot ide. Most még finom, mert még kis. Aztán december például, akkor már nem ilyen finom. Na, még kérsz-e? Nem, köszönöm szépen. Jó. Aki te a titolt adott, annak neve legyen áldott fogad, hálánkat, jó Istenünk, hogy volt elég elegerünk rám meg. Na, foghatunk a munkához, amennyit tudunk, annyit csinálunk. Eltelt az idő. 89 év, az sok idő. Ez meg tudott maradni, és ez meg is fog maradni, hát ez egy régi szokás. Meg fog maradni, és lehet, hogy még jobban aztán megtelik, mert hazakerülnének a fiatalok, akkor többet vágnának, és vinnék be a szalonát. Hát a legelsőbben azt kérdezik, hogy a turisták, hogy miért tárolják itt, hát otthon nincs hely, ahol tartani. De hát mi úgy tartjuk, hogy azért tároljuk itt, mert itt érik meg igazán a szalonna. Itt éri el azt az állagát, aminek a szalonnának lenni kell. Tehát ennek a szalonnának van jó íze, ami itt a bástyában érik meg. Hát ők igen csodálkoznak, mert hogy ilyen nagy táblákat hagyunk, ők egész piciket hagynak. Hát mi így szoktuk csinálni. Ők nem is tudják elképzelni, azt mondják, hogy náluk, ha ilyen történne, biztos, hogy ellopnák. Ez a székely rendtartásnak az önmagából fakadó tisztesség várása. Rendkívül fontosnak tartom. Tehát én sok mindent megtanultam ebből a kastély szabályzatból, a régiek így nevezik, vagy a falusiak még most is így mondják erre, hogy a kastélyből, a kastély szabályzatból, vagy a kastély működési rendjéből ilyen dolgok ragadtak meg engem, és ezeket ugye fontosnak tartom elmondani másoknak is, fiataloknak is, nyugatról ide látogató turistáknak is. Tehát mit lehet látni? Főleg aki ide jön egy nagyvárosból, bejön egy ilyen helyre, ahol öröklődik a családon belül a szalonatartószeg, ahol megvan minden családnak a gabonatárolóhelye, a szúszékhelye, és nem érti, nem tudja felfogni, hogy a 21. században mi keresnivalója van egyáltalán ennek a világban. Mi a fontosság ennek? Ilyeneket kérdez, hogy és én akkor mennyi pénzért tudok itt helyet vásárolni? Nem bírja felfogni azt, hogy itt nem lehet pénzért vásárolni. Ezek olyan jogok, amiket kiérdemelhet az embert. Nem veheti meg, hanem kiérdemelheti tisztességgel, becsülettel, a közösségi munkával, a közösségnek a támogatásával. Tehát ezeket a dolgokat mind tartalmazza a Székely Dezsi vártemplom, és én úgy érzem, hogy ezeken keresztül egy a székelységen túlmutató, egészen egyetemes üzenete van.